Az oda-visszavágós párharc első felvonását Budapesten rendezik, a magyar póló erejét pedig tökéletesen demonstrálja az a tény, hogy két magyar együttes is bejutott a legjobb négy közé. Az elmúlt hétvégén elkezdődött honi pontvadászat során sikerrel hangolt az Európa kupára a miskolci együttes a Szentes otthonában elért győzelmével. Szentesen nyerni nem könnyű. Tehát ezt már mutatták a decemberben lejátszott mérkőzések is, például az Eger 6-4-re kinkeservesen tudott nyerni Szentesen, úgyhogy a mi 12-7-es győzelmünk az teljesen rendben van. A klubvezető elmondta, hogy a szlovákiai és a berlini edzőtáboruk is remekül sikerült, és ez látszott a csapat teljesítményén is. Koncentrált játékkal sima győzelem lett a vége. Jó volt tehát a felkészülés az Európa Kupa elődöntőre. Ne felejtsük el, hogy ebbe a Fradiba azért 6 olimpiai bajnok, 4 világbajnok, és aki még sapkát kap, az mindegyik válogatott. Tehát végül is egy bombaerős csapat, mondhatni, hogy egy világválogatott ellen játszunk szerdán, méghozzá nem is hazai közönség előtt, a Komjádi uszodában. Itt hívjuk fel nézőink figyelmét arra, hogy az Európa Kupa elődöntő első mérkőzését önök csütörtökön 20:30-tól tekinthetik meg a Miskolc televízióban.